Üdvözlöm Önöket! A mai csörtében természetesen első helyre kerül a Párizsi Merénylet sorozat hátterének megvitatása, hogy ez mennyire köthető a migrációhoz, arról is szólunk. Aztán nem hagyjuk ki a friss hírt Pakssal kapcsolatban, kötelezettségszegési eljárás indul a közbeszerzési eljárás hiánya miatt. Továbbra is borzolják a kedélyeket a földeladások, elindultak az árverések, és a Questor törvény egy részét pedig elkaszálta az Alkotmánybíróság, amely döntés inkább a bankoknak, mint sem a károsult. Kedvez. Vendégeink megérkeztek, már az egyik oldalon itt van velünk Szakonyi Péter, a napi.hu szerkesztője, mellette Boros Tamás, a Policy Solutions stratégiai igazgatója, a másik oldalon pedig Stumpf András, a mandiner.hu munkatársa, és Záruk Péter, farkas politológus, egyetemi adjunktus. Szervusztok, köszöntöm. Jó estét. 129 halálos áldozata van a párizsi terrorcselekményeknek, az Iszlám Állam vállalta magára a tettet. A politika is válaszlépéseket tett, Orbán Viktor a következőképpen beszélt. Mi az emberségesebb? Lezárni a határokat az illegális határsértők előtt, vagy ártatlan európai polgárok életét kockára tenni? Az élethez való jog minden más jogot megelőz, mint ahogy az önvédelem joga is erősebb minden másnál. Semmiféle ideológia vagy gazdasági érdek miatt nem tehetjük ki életveszélynek az európai polgárokat. Nyilvánvalóan felvetődik az első kérdés, legalábbis bennem felvetődött az a kérdés, hogy mennyire köthető össze a mostani migráció azokkal a terrorcselekményekkel, amelyek ugye például Párizsban megtörténtek. Valamelyest összeköthető, tehát azt például tudjuk, hogy a merénylők közül az egyik, az éppen úgy jutott be Európába, amire egyébként nagyon sokan legyintettek, hogy ez micsoda egy ilyen csúnya összeesküvés elmélet. Tehát konkrétan a menekültek között, vagy a migránsok között, ahogy tetszik, migránsnak álcázva jutott be, és talán Magyarországon is keresztül haladva jutott el Párizsig, mégpedig megbízással, felkészítés után azzal a tervel a birtokában, amelyet aztán sajnos meg is valósítottak múlt hét pénteken. Tehát, hogy... De András, ezt még nem tudjuk, hiszen útlevelet találtak, szírútlevelet, amiből több is volt, tehát azért ez 100%-osan azt gondolom, még nem lehet de kijelenteni. De 100%-osan ki lehet jelenteni, azt hiszem nem olvastad hétfő este a Reutersnek a hírét ezzel kapcsolatban. A figuránál valóban hamis szírútlevél volt, tehát egy szír katonának az útlevele volt nála. Ettől függetlenül ugye teljesen mindegy, hogy milyen útlevél, milyen hamis útlevél eljött. Görögországban regisztrált. Görögországban új lenyomatot vettek tőle, és megegyezik azzal az új lenyomattal, ami a terroristának az új lenyomata, tehát ő volt az. Az, hogy most milyen útlevelet használt, az teljesen mindegy abból a szempontból, hogy így jutott be Európába. Tehát ez az útlevél mizéria, ez egy tipikus ilyen terelő hadművelet volt, hogy jaj, nem is, de konkrétan az történt ebben az esetben, amire felhívta a figyelmet sok ember, egyszerűen józan paraszti ész kellett hozzá, hogy ha egyszer ilyen tömegben regisztrálatlanul, átláthatatlanul érkeznek be emberek, akkor marha könnyű köztük átjutni. Ez ilyen nagyon egyszerű. Tehát ennyiben összefügg a történet, de nem lehet csupán csak erre visszavezetni. Szóval itt évtizedes mulasztások vannak. Mert ugye azok, akik magát a terrorakciót kitervelték, ők belga és francia születésű. Hát úgy, hogy gyakorlatilag most derül ki, hogy Brüsszelben teljesen nyugodtan lehetett óriási fegyverszállítmányokkal flangálni és szervezni a dzsihádot és ezeket a történeteket összehozni. Milyen tehát, egész... pont Brüsszelben. Igen, ez valahol azért tehát szimbolikus, és én most úgy látom, hogy azért a balliberális oldal most megint elkezdi azt az érvelés technikát alkalmazni, amivel elhazudta évtizedeken keresztül azt, hogy a muszlim közösségek társadalmi integrációja az finoman szólva is minimum problematikus, nem finoman szólva pedig meg kell nézni Marseille, Lyon, Malmö, és sorolhatnám azokat a Dániában lévő településeket, ahol ezek súlyos, úgynevezett no-go területeket, övezeteket, disztrikteket hoztak létre. Csak a francia kormány már 2011-ben 751 ilyet tartott számon, a saját maga honlapján közli, hogyha Franciaországba jössz, ezt a 751 kerületet kerüld el. Ne menj oda, kedves turista, ha kedves az életed. Tehát most azok, akik fel nem emelték a szavukat, karanténba akarták folyamatosan zárni, izolálni akarták azokat, akik a társadalmi valóságot esetleg meg akarták mutatni, vagy megkérdezték, hogy ez bocsánat, ez így normális, vagy ez így rendben van,
hogy a rendőr nem szabad az utcán szendvicset egyen, és zavarja Ramadánkor, hogyha esetleg hát mégis ellenőrzés alá nem állnak meg neki. Ezt de, miért nem kérdeztem meg? De a baloldali értelmiség nem másról. Egyenes következmény, Péter, hogy a harmadik generáció itt tart, és mellé csapódik a migrációval, a népvándorlással az újabb generáció. És a kettő Péter, együtt... Kevered most a régi problémát az újjal. A régire is hazudtak, elhazudták a valóságot, ahogy most is elhazudják a valóságot. Dehogyis nem. Mindenki szélsőséges volt, gyerekek. Hát legalább nézzetek magatokba. Mindenki szélsőséges volt, aki a társadalmi problémákat megmerte említeni. De nem arról van, igen, Péter, nem arról van szó. Bocsánat, csak ez a fő probléma, hogy... ezek a általában populista vagy szélsőséges gondolat. Mindenki az. Hadd mondjam de még. Nem mondhatod, mert hülyeség az egész, hogyha rögtön izolálni akarsz. Nem izolálni akarsz. Péter, neked is, téged is végighallgattunk, Tamást is hallgattunk. Ez az a logika, amire rá akarok mutatni. A logika, hogy akkor különböző szellemekkel harcolsz. Ha nem hallgatod végig, amit mondok, akkor nagyon egyszerű lesz. Jól van, Tamáskám, mi vagyunk a szellemharcosok. Elmondhatom? Jó, persze. Nagyon örülök neki, tehát akkor elmondanám, hogy mi ellen harcolsz. Arról szól ez, hogy odáig eljutni, hogy rámutatni egy társadalmi csoportra, hogy mi a probléma, és nem lépni még egyet, és elmondani, hogy ezt hogyan lehet megoldani, ezt nevezem én szélsőségesnek és populizmusnak. Nem azt nevezem annak, hogy elkezdeni ezzel a kérdéssel valóban foglalkozni. Én azt állítom, hogy amit nagyon sokan csináltok, és amit egyébként most te is mondtál, az odáig jut el, hogy elmondod, hogy itt egy probléma van, ezzel ráirányítod valóban a társadalom figyelmét, de miután semmilyen megoldási javaslat nincs, ez odáig csapódik le az emberekbe, hogy elkezdik ezeket az embereket gyűlölni. Van probléma, tehát azt valóban egyetértek azzal, hogy a problémát eltitkolni, vagy azt mondani, hogy itt minden tökéletesen sikerült, az butaság. Én azt állítom, hogy az a gondolkodásmód, ami csak odáig jut, hogy tessék ezeket az embereket utálni, mert terroristák is vannak köztük, meg tessék őket elizolálni a társadalomban még jobban, hiszen nem sikerült integrálni, azzal semmit nem oldottunk meg. Én azt mondom, hogy amíg, ha idáig jutunk, és nagyon sok politikus idáig jut, azt én nem nevezem felelős politikus magatartásnak. Ha azt mondja valaki, és ez lehet baloldali vagy jobboldali, bármelyik oldal, ha valóban azt mondja, hogy igen, itt rengeteg probléma halmozódott fel az elmúlt években. Egyébként számos más kérdésben, tehát a szegénységtől a terrorizmuson át rengeteg problémára lehet mutatni a világban. Ha csak odáig jutunk, hogy rámutatunk, és egyébként azt érjük el, hogy nem oldjuk meg a problémát, a muszlimokat még jobban utálják, a nem muszlimok, a muszlimok emiatt még jobban radikalizálnak, és semmi nem oldódik meg, azt nevezem én populizmusnak és szélsőségnek. Jó, akkor megértettük, hogy nem... Mondhatom igen. Akkor a választ. Tehát mindazok, akik viszont a megoldási javaslatokkal álltak elő. Csak 2010-ből mondom, a szociáldemokrata Tilo Sarrazint, és 10 pontban, vagy 14 pontban összefoglalta, milyen integrációs programot kellene megvalósítani, hogyan lehessen megvalósítani, mire kell kényszeríteni ezt a közösséget, amennyiben nem hajlandó erre, az ugyanolyan karanténba volt téve az összes program, tehát a balliberális oldalnak mindig csak populista programjavaslat volt, mindig csak olyan javaslat volt, ami szélsőséges, mindig csak az volt, hogy igen, nem jut tovább Péter, a gyűlöletkezés, amit én, de hát most megint másról Péter, beszélünk. Most mondtad, hogy ez egy baloldali program volt, tehát akkor szerintem... Nem baloldali politikus volt. Tehát akkor beszéljünk tiszta, vannak olyan baloldali emberek, és vannak olyan baloldali vagy liberális értelmiségiek, akik ezeket a megoldási javaslatokat karanténba helyezik, és vannak más baloldaliak, rengeteg olyat olvastam baloldali szerzőtől, aki elmondja, hogy milyen óriási probléma a bűnözés Brüsszelben ezekben a muzulmán többségű kerületekben, elmondja, hogy mekkora probléma a párhuzamos társadalmak, és ezen tovább megy,
baloldaliként, és elmondja, hogy ezen hogyan lehet változtatni. Csodálatos, azt... konzervatívként hagyj válaszolni, és most már, már azért, na, szóval. Már elveszed a békettűrésedet, András. Nem, most ezt a szerepet a záró kollégai viszik. Outsourcingolod ezt a szerepet. Abszolút, hát múltkor nem volt itt, kénytelen voltam én elveszíteni a türelmemet. Szóval az, hogy a brüsszeli problémát hogy oldják meg, meg ahogy a párizsiak hogy oldják meg a Párizs problémáját, az egyrészt ahhoz nincs sok közünk, nem fogunk tudni tenni érte. Én nem látom, hogy hogy tudnák megoldani. Én szerintem veszett fejszenyele, gyakorlatilag óriási gondban vannak. Ez, ahogy én látom, én magyarként engem az érdekel, hogy mi milyen problémákat hozunk be magunknak, vagy nem hozunk be magunknak. Hogy meg tudjuk-e őrizni azt az állapotot, amelyet egyébként most adtak ki a britek egy ilyen terrorizmus felmérést. Magyarország az egyes kategóriában, tehát a legkevésbé veszélyeztetett kategóriában van, egyébként a régiónk is, és hát itt ezen gyönyörűen látszik, hogy pontosan a migráció problémája és a terrorfenyegetettség hogyan függ össze. Gyönyörűen látszik a térképen, hogy bizony durván összefügg, ahol nagy ez az arány, ott nagyobb terrorfenyegetettség. És mondom, ez a briteké nem valami magyar kormány, vagy valami kitaláció. Ugye elég hosszú idő alatt készült elemzés, most hozták nyilvánosságra. Tehát ami szerintem nekünk tenni kell, ez nagyon egyszerű, nem beengedni. Ugyanis, hogyha nem engeded be, és nem alakulnak ki ezek az állapotok, akkor nem lesz belőlük probléma. Ilyen marha egyszerű. Az, hogy ők hogy oldják meg a franciák, András, a brüsszeli, ez csak nem a felszín. Tudom. Nem András, tudom. Azt tehát, gondolom, hogy ez a strusz politika tipikus eset. Azért, Péter, mert... nem tudunk másat. Mi mindig csak Péter, ilyen bucsaiak vagyunk. Bocsánat, nem erről van szó. Hogyha nem hozunk be nagy tömegeket, akkor nem lesz belőlük probléma. Ez ilyen marha egyszerű. De hogyha egyszer megengednétek, hogy végigmondjam a mondatot mély tisztelettel, ahogy mi is meghallgattunk titeket, akkor mondjam. Én csak azt szeretném aláhúzni, hogy attól, mert mi kerítést építünk, nem engedjük be, vagy nem is akarnak idejönni, mert látják, hogy ez nem egy jóléti állam, attól az európai probléma megmarad. És tovább. Sajnos, igen. Viszont azt gondolom, és ez egy talán, hogyha mulasztást, súlyos mulasztást kell az uniós tisztségviselők vagy döntéshozók szemére hányni, akkor az, hogy most a párizsi merényletet követően még ez se volt elég nekik ahhoz, hogy felébredjenek. És azt mondják, amire Tamás is utalt, hogy kérem szépen, van itt a probléma, az itt élő félig meddig beintegrált vagy nem integrálódott muszlim közösség, és B probléma, akik jönnek. Nézzük, hogy mit tudunk a kettővel csinálni. A. Azt mondjuk azoknak, akik itt vannak, hogy kérem szépen, ha nem fogadjátok el a mi európai normáinkat, tehát viselkedésben, kultúrában, akkor legyetek szívesek hazamenni, ahol ez elfogadott. B. Meg kell nézni, hogy akik jöttek, azok mennyire képesek, mennyire akarnak integrálódni. Ez hogy derül ki, Péter? Bocsáss meg, hogy ez nem működik. Hát Péter, erről beszélünk már mióta. Na most most te kezded megadni ezt a programjavaslatot, miközben mindig ellene mondtatok, mindig ellene beszéltetek annak, hogy eleve legyen egy leállítása a dolognak. Én nem azt mondtam, most megint másról beszélsz. Tehát kiforgatod azt, hogy én nem ezt mondtam, amit te mondasz, Péter. Erről beszélve. Te el tudod várni, komolyan elvárhatónak gondolod egy muszlim embertől, akinek a vallása természetes módon az egész életét szabályozza. Tehát azért a napi ötszöri imával, azzal, hogy hallja a müezzint, hogy úgy érzi magát komfortosan, és ez természetes, és jó is így. Te elvárod tőle, és egyébként gondol valamit a világról, általában azt, amit Mohamed proféta mondott róla, hiszen ezért muszlim. És ezzel nincs de is semmi gond. Várnom? Te elvárod tőle tényleg azt, hogy másképpen éljen, hogy változtassa meg az életmódját, hogy már gondoljon mást a világról, mert hogy a te normáidnak az megfelel. Hogy ez kivitelezhető? András, ez sok százezer, sok millió Európában élő muszlim már megtette. Uh-huh. Van egy réteg, amely nem tette meg. Igen, a dolog nagyon egyszerű, tehát alapvetően itt a tömeghatás érvényesül. Hogyha sokan vannak, hogy nagy tömegben, akkor kialakulnak ezek az árványok, mert mindenki azt keresi, aki hozzá hasonló, és ez természetes emberi történet. És akkor hiába nem a szegregáció miatt, meg azért, mert nem integráltunk elég jól, nem azért lesznek ezek az árványok ott, hanem mert mindenki a saját magához hasonlót keresi. És azt, hogy komfortosan érezze magát, hogy olyan emberekkel legyen kapcsolatban, akik ugyan hasonlóképpen gondolkodnak a világról, és ezek a nagy tömbök ki fognak alakulni. De és a párhuzamos társadalmak is ki fognak alakulni. Mondok neked ellenpéldát. Látod,
látod az elmúlt 30 év történetében Nyugat-Európában. Mondok ellenpéldát. Az Amerikai Egyesült Államok befogadott nem tudom hány tízezer a délszláv háború utáni menekültet, zömmében muszlimokat. Ezeket St. Louis környékén helyezték el, oda mentek egy tömbbe. Körülbelül 5-6 év telt el, és ez a zárványa, hogy fogalmazza, egyszerűen megszűnt. Így van, de az Amerikai Egyesült Államokat ne hasonlítsuk össze Európával. Na jó, de hogyha ők képesek rá, akkor az Európai Unió miért nem képes jó, rá? Jó, akkor mindenkit tanítsunk meg nagyon gyorsan angolul, például kezdjük itt, hogy és ők se tudtak angolul. De most már tudnak. És van egy olyan identitás, egészen más az amerikai nemzeti identitás, az konkrétan egy mindenki amerikai függetlenül attól, hogy honnan érkezett meg, hogy milyen etnikai identitása van, stb. Ez Európában nem így néz ki. Tehát egyszerűen más a konstrukció. Itt nem fog tudni működni ez a történet, ami egyébként ott tök jól működhet. Sajnos ez a helyzet. Tehát, Európát kell megváltoztatni, hanem meg kell védeni Európát. Igen, szerintem egy fontos kérdés, és ugye visszatérve a miniszterelnöki bejátszáshoz, hogy itt ezt a két problémát részben össze lehet mosni, de azért, ha most hirtelen stoppot mondanánk az összes menekültnek, és minden határt le lehetne zárni, attól ez a probléma nem oldódik meg, mert eddig is voltak terrortámadások, és szerintem ezért gondolom azt, hogy nyilván a miniszterelnök, mint politikusként egyből gyorsan politikai tőkét kovácsolt ebbe. Ez kétségkívül így. Tehát, hogy egyből rácsapott, és egy szóval sem említette, hogy azért itt voltak áldozatok, és valami tiszteletet kéne feléjük is tenni. Nagyon sokan írták, hogy a különböző áldozatok hozzátartozói nem a gyűlöletkertésre akarták ezt az egészet felhasználni. Nyilván ettől a terroristákkal el kell bánni, de ezek a terroristáknak a jelentős része, és valószínűleg a következő terroristák is már benn vannak az Európai Unióban, és nem a menekültekkel érkeztek, lehet, hogy egy-kettő igen, de a többség nem, hanem sajnos... Ezt nem biztosan lehet kijelenteni, hát azt tudjuk, hogy ezeknek az embereknek is jelentős része, mint ahogy kiderítették, ingázott Szíria és Belgium. Ez egyébként szerintem az egyik legnagyobb probléma, tehát én azt gondolom, hogy lehet beszélni az integrációs problémákról, voltak is eddig problémák, de ezek olyan problémák, amik azért nem robbantották fel a társadalmat. Szerintem ahol a legnagyobb hibát elkövették, az az, hogy ezek a nem integrált személyek elmehettek Szíriába, harcolhattak és visszajöhettek. Hát, ez a teljes döbben, de ennek semmi köze nincs ahhoz. A briteknek volt eszük, azoknak, ugye hát nekik mondjuk jó, mert szigetként kicsit könnyebb a dolguk, és nincsenek benne a Schengen élvezetben, tehát megint csak könnyebb a dolguk. Tehát ők például elveszik az állampolgárságot. De hogy ez tiszta sor, de ugye ennek semmi köze a baloldalhoz, liberalizmushoz, jobboldalhoz, egy teljesen normális önvédelmi reakció, hogyha egy állampolgárod elmegy harcolni az ellenséggel, akkor utána vagy nem engeded vissza, vagy ha visszaengeded, akkor egyből börtönbe zárom. Vagy egy lökősházánál kapják el azt a hírhet. Ezeket a híreket halljuk, hogy x évet már ült börtönben dzsihád finanszírozásért, de most éppen fangál és lökösházán kapják el. És el sem hagyhatná saját. Tehát ez micsoda. Olyan azt finanszírozzák, hogy bicskában nyiszatolják le más emberek fejét. És közben meg flangálhatnak. Picit maradjunk Magyarországon, mert hogy természetesen voltak egyébként ellenzéki olyan politikusok is, akik hozzászóltak ez a témához. Tóbiás József és Vona Gábor mondandóját látják. Miniszterelnök úr, engem ön most megdöbbentett. Megdöbbentett, hogy ezzel a beszédével pontosan ezerre a félelemre nem egy erős, nem egy ma éppen egységben szándékozni vágyó Európáról beszél, hanem pontosan a félelemnek a tovább gyűrűzését és azt a feszültséget igyekszik kelteni, amellyel szemben kellene meghatározni magunkat. Csak egy népszavazás lehet az, egy ügydöntő népszavazás, ami igazán megüzeni Magyarország véleményét. Az ehhez szükséges alkotmányos kereteket meg kell teremteni, ez ügyben a Jobbik a múlt héten beadta a javaslatát. Szükség van itt népszavazásra, szerintetek? Miről is? Két fajsúlyos politikus véleményét hallottuk, hogy miről kellene szerintem népszavazni. Nem kell ezt magyarázni, no comment, ez azt gondolom önmagáért beszél mind a két mondat, mind a két megszólaló pontosabban. És nyilván itt Magyarország szempontjából fontos ugye a kvóta rendszer, amit ugye a magyarországi vezető politikai elit maximálisan elutasít. A kérdés az az, hogy
hogy ugye elindult egy aláírásgyűjtés, de mindeközben már... Elindult egy aláírásgyűjtés a Fidesz-KDNP részéről, de mindeközben már elfogadtak ugye egy olyan törvényt, ami ugye Európai Bíróságra terelni ezt az ügyet. A szlovákok ugyanígy tesznek egyébként, tehát hogy ez egy bevett dolog, tehát szerintem a jogi utakat végig lehet járni, a kvótarendszer szerintem is butaság. Az viszont, hogy a miniszterelnök ezt is rögtön egyből összekötötte a terrorizmusra, hogy növelni a terrorizmus veszélyt a kvótarendszer. Fideszes politikusok, hogy szétszórják a terrorizmust. Tehát, hogy ez viszont már tényleg az amikor kimaxolja a politikai hasznot ebből, amit csak lehet kihoz. Itt ugyanis nem értem a logikát. Tehát, hogy alapvetően a kvóta éppen is azért, és ez talán elhangzott fideszes politikusok részéről is, már többször is szerintem ebben igazuk van. Azért is bugyutaság, mert nagyon nehéz szétosztani valakit, hogyha egyszer nem akar Magyarországon, hanem Németországban, visszasétál, mert ugye nincsenek lezárva a határok még egyelőre Schengen még létezik. Rendszert megváltoztatják, akkor viszont nem biztos, hogy már szabad mozgása lenne ezeknek az embereknek. Mert de hogy tudjuk, hogyha a határ nyitva van, határ nyitva van, nehéz, meg ugye a kvótarendszer, nem engedik ki mondjuk egy építményben. Arról a 100-valahány ezer emberről szólna, akik már itt vannak. Tehát lehet attól félni, hogy köztük vannak terroristák, de hogy ők már itt vannak az Európai Unióban. Nem ennyi van. Igen, itt. Annyiban az üzenet értékelem. 1 millió van itt. Ez teljesen oké. Itt a kérdés az... 1 millió bevándorló igen, van. Igen, csak itt ugye ez a kérdés, hogy az Európai Unió azt mondja, másik ügy, hogy sikerül-e megvalósítani, hogy őket nem akarja mind befogadni. Tehát szerintem ebben van egy félreértés. De akkor miért nem 240? Hát nyilván ebben meg van egy szám, nyilván ezeket a miniszterelnökök kitalálták, hogy nincsen plafonja, és Angela Merkel ilyen értelemben elszólta magát, hogyha erre az útra lépünk, akkor nem fogunk tudni plafont húzni. Ez egy kvázi elszólás volt, bár tudatos politikai stratégia az ő részéről, de mégiscsak elszólás volt, amiért ugye a legtöbb bírálatát kapta. Okay, miért 100, miért nem 120, miért nem 200, jövőre 400, utána 1 millió? Ez mind oké, csak azt állítom, hogy ha már így történt, és ez Magyarországontól kívülállókokból, hogy Németország azt mondta, hogy ezek a menekültek megérkezhetnek az Európai Unióba, akkor lényegében már mindegy nagyjából, hogy most 1000 embert beengednek-e Magyarországra kvótarendszerben, vagy egyébként felülnek a vonatra Németországba, és ide akarnak jönni, és még egy, ha kvótarendszer van, akkor azért azt lehet tudni, hogy ezt tudjuk, hogy ki az 1000 ember. Azt az 1000 embert lehet csekkolni. Lehet tudni azt, hogy mi a háttere, volt-e bármi köze, bármilyen radikális eseményhez. Tehát azt gondolom, hogy nem a legjobb megoldás, de most már nem ezen múlik. Ezzel kapcsolatban az olyan üzenetet küldesz azzal, hogy újra kvótarendszer. Azt mondod, hogy oké, rendben legyen kvótarendszer, ebben igaza van Záró kollégának, hogy nincsen felső plafonja, tehát miért éppen ennyi most? Nyilván több lesz, mint hogy először 20 ezer volt, ugye? Még néhány hónap ezelőtt januárban. Még 20 ezer, 40, aztán 60, 160, vagy hol tartunk most valahogy így, miközben 1 millióan vannak itt, hogyha azt üzenjük kifelé, hogy igen, itt kvótarendszerbe szépen elosztjuk, az azt jelenti, hogy lehet jönni továbbra is. Na most ebből a szempontból nagyon távoli összefüggés van, de nem feltétlenül. Lehet. Tehát ahogy mondjuk az Egyesült Államok azt mondta, hogy 10 000 szíriait fogadnak be. Hatalmas nagy lelkűséggel, ugye? Oké, nem az, de hogy az egy fix szám. Tehát hogyha az Európai Unió azt mondja, hogy oldjuk meg úgy a kérdést, hogy akkor 120 ezernél tart ez a szám, itt álljunk meg, a többit pedig, hát ugye, de valahogy el kell oldani. Egyelőre nem ez a helyzet. És Amerika után azt mondta, hogy legyen 70 ezer, most pedig már ott tartunk, hogy 26 amerikai állam elzárkodott. Igen, de államoknak ebben nincs beleszólásuk. Bocsánat, az amerikai helyzet azért érdekes, mert azt gondolom, hogy ezt ők oldották meg, vagy úgy, ők fogják talán legjobban megoldani úgy, hogy a biztonsági kérdést és a humanitárius kérdést is nagyjából összecsomagolják. Mit mond az Egyesült Államok? Van egy fix szám, hogy hányat fogadnak be. Mindenkit leellenőriznek, de személyes interjúk, háttércsekk arra, hogy volt-e bármi köze a terrorizmushoz. Megnézték azt, hogy akiket beengednek, tehát a 10 000 embernek a legnagyobb része gyermek, nő vagy idős, tehát figyelnek arra, hogy valóban a legveszélyeztetettebb rétegeket engedjék be. Összesen 2% ennek a 10 000 embernek olyan, aki egyáltalán olyan fiatal korú, hogy bár le van csekkolva, de még akár fizikailag képes bármi igen. cselekedetet elkövetni. Tehát azt gondolom, hogy ez a típusú megoldás, ami azt mondja, hogy igen, vannak olyan emberek, elfogadjuk, szuper, akik Tamás, tetszik nekem a dolog. Szerinted te benne vagy abban, akkor megállapodhatunk, igen. hogy az Európai Unió kövesse az amerikai példát. Mondjuk azt, hogy EU szinten 10 000,
10 000, és így válogatjuk ki. A többit meg visszatoloncoljuk benne, vagy? Tehát, hogy ugyan, csináljuk ugyanazt. A számon lehet vitatkozni, azon szerint... Miért vitatkozzunk? Hát az Egyesült Államoknak jó a 10 000, akkor nekünk miért nem jó? Jó, elnézést. Jó, most azt, hogy ki mennyit enged be. Ezzel kapcsolatban a kettő összehasonlítását nem tartom helyesnek, metódus tekintetében. Méghozzá azért nem, és itt hadd utaljak Torcsány László igazságügyminiszterre, aki ugye az egyetlen tudós politikus kormánytag jelenleg, aki kiváló jogtudósként kiválóan sorolta fel azokat a tételes szuverenitás jegyeket, amelyek kapcsán az Európai Unió metaállamként tud működni, csak hogy ezen szuverenitás jegyekről való lemondás, akár a Lisszaboni szerződésben, akár korábban a Maastrichti szerződésben, ezekre az ügyekre vonatkozóan sehol nem található. Ez nem igaz. Hol található? Hát akkor három szintje van az euró. Akkor most már Torcsány László se érti jól a világot, hál' Istennek. De jól érti, csak hogy magyarázzam el, hogy van. Három szintje van az uniós kompetenciáknak. Igen, van az... bizalmat, hál' Istennek. Igen, hát nem. Tanuljunk, Andriskám, hát tanuljunk egy kicsit. Tehát három szintje van ugye az uniós kompetenciáknak. Van, amiben teljesen az unió dönt. Van, amiben úgynevezett megosztott döntés van, és van, amiben teljesen a tagállam. A migráció, ugye? Az megosztott döntés, tehát az uniónak is van kompetenciál, meg a tagállamoknak. Hogy ez hol húzódik, ebben lehet vitatkozni. De az, hogy nincsen, de bocsánat, hogy ez egy jogi... ezért mondtam, hogy metaállam jellegű, ugyanazt mondjuk. Ez egy jogi tehát... vita, amit nyilván az Európai Bíróság el tud dönteni, de nem olyan ügyről van szó. De nem olyan ügyről van szó, amiben az uniónak ne lenne kompetenciája. Igen, tehát nem... de olyan kompetenciája, pontosan ezért vegyes ügy, igen. Amely valamilyen módon oktrojálja az adott szuverénre, az akarata ellenére azt, hogy ő milyen befogadó politikát folytasson, ilyen nincs. Ilyen nincsen sehol leírva. És hogyha már pedig egy tagállam a maga szuverenitás jegyei alapján azt mondja, hogy ti úgy gondoljátok, mi pedig így, akkor ebben nincs jó vagy rossz, hanem szuverén és tisztelendő döntés van. Na most Péter, ennek alapján igenis joga van a tagállamnak azt mondani, hogy nem. De Péter, azt gondolom, abban megállapodhatunk, és ez talán utolsó mondatként hadd mondjam el, hogyha ezen a hétvégén Merkel föláll és azt mondja, köszönjük, ennyi, Németország legalábbis egy ideig felfüggeszt mindenféle... Szerinted van erre bármi esély, Péter? Szerintem, hadd mondja, igen. Basszus, hát mind a ketten beleszóltok abba, még a szó közben, nem a mondat közben. Tehát, igen, tehát ha feláll is azt mondja, hogy felfüggesztjük, mint ahogy fölfüggesztett Németország már eddig is sok minden, akkor azt gondolom, ez kisugázik egész Európára, onnantól kezdve a probléma legalábbis kezelhető lesz. Ha már oktrojált, ha már ráerőltetett dolgokról mert beszélgetünk, akkor... most már tényleg muszáj témát váltanunk, még rengeteg mindenről kéne beszélnünk, és időnk az fogytán. A Paks 2 természetesen szóba kerül, hiszen elindult a kötelezettségszegési eljárás. Csütörtök délben az EB elindította ezt kimondottan ugye a közbeszerzési eljárás hiánya miatt, tehát ugye tiltott állami támogatás az elvileg nincsen, azt rendben találták, azt mondták, hogy itt az a probléma, hogy nem volt közbeszerzési eljárás. Ti minek gondoljátok ezt az persze, ez várható volt, ez a csőben volt ez a dolog. Akit ez meglepetésként ért, az nem tudom, hogy figyelte az eseményeket. Szerintem a kormány sem érte felkészületlen ez a dolog, hiszen itt két variáció van. Vagy úgy játszották, azt a kártyát játszották ki, hogy a unió úgy is elkaszálja ezt, és akkor nem kell nekünk Paksot bővíteni, nem most, nem az oroszokkal, és nem ennyiért. Vagy a B variáció, ha netán valamilyen módon átmegy, és lehet ezt pofozni, akkor pedig bevonjuk minél több nagy nyugat-európai és amerikai beszállítót. Ez így van. És ez a nyitott kérdés. Ez a pontosabban kérdés, mind a kettő valószínű... irányában a kormány valóban megtette úgymond a lépéseket, tehát egyik elől sem zárkózott el,
És én most... jobban örülnék, hogyha ezt egy kicsit jegelnénk, ezt a Paks történetet. Ugye az tehát, Európai Bizottság ugye pont azt hangsúlyozta, hogy itt az a probléma, hogy nincs elég nyugati cég bevonva, túlságosan egyoldalú ez a beruházás. Most tehát ugye ettől függetlenül ezek már fél éves hírek, hogy az amerikaiak és a németek is szép szerephez juthatnak Paks építésében. Meg a franciák, meg a franciák, meg a japán, tehát mindenki persze. Szépen közös lesz a leves. Úgyhogy mindenkinek a technológiája igen, kompatibilis lett. Így ugye van, az egyetlen így, korábban kizárólagos orosz szem. Így van, tehát hogy alapvetően meg, hogyha ez leállítja valamelyest a folyamatot, ugye itt most egy ilyen kötelezettségszegési eljárás, amíg ennek vége lesz, tehát ez azért így mondjuk simán lehet alsóvágó 3 év. Igen, meg igen, úgyhogy, tehát talán inkább 5. Vagy lehet, hogy inkább 5. Inkább 5, és ez nagyon, nagyon jó Magyarországnak, nagyon, azt kell, hogy mondjam, ez most nagyon. Mert az a technológia, amit mi vettünk volna az oroszoktól, az már a kifutó technológia. Az bizony a kifutó technológia. Öt év alatt sokkal korszerűbb jobb technológia. A másik fél, tehát hogy az orosz félnek ez egyébként meddig érdekes ez a projekt. Tehát azért azt tudjuk, hogy nyilván ebben van gazdasági érdek orosz részről, ami természetes, hiszen el akarnak adni dolgokat Magyarországnak, meg azért általában ugye Oroszország ezzel az energiapolitikájával a politikai érdekeit is erősíti. Most, hogyha ennek hát főleg a hitellel, tehát ennek, nem is annyira hitellel, egy kiszolgáltatottság helyzet azért nyilván van, ami érthető. Erővel egyébként nincs, tehát hogyha az fölépül és megvan a fűtőelem, amit szépen megvettünk, akkor onnantól kezdve az pont nem kiszolgáltatott, sokkal kiszolgáltatottabb a gáz ügy, mert azt el lehet zárni. Oké, de amíg épül, meg a hitellel, tehát azt gondolom, nyilván az energiapolitika az egyrészt üzlet, másrészt politika, és valószínűleg Oroszország egy idő után lehet, hogy úgy dönt, hogy azt mondja, hogy köszöni, így már elég. Ha már hitel, és ha már ennek a finanszírozása szóba került, akkor az is egy fontos hír, hogy kiderült, hogy az orosz hitelből még egy 20 utkanyi vasat nem hívtunk le. Tehát amit eddig elköltöttünk a paksi beruházás előkészítésére, az minden a magyar költségvetés terhére történt. Nem hát baj, ez nem baj. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Semmi baj. Nagyon jó van ez így. Hogy hát miért nem estünk neki, mert hogy nem alakult ki a függőségi viszony. Így van. Én mindig én is azt mondom, hogy jó, hogy nem estünk neki az orosz élésre. Bocsánat, csak hogy tisztában tegyük a nézők kedvéért, hogy ti úgy látjátok, hogy a magyar kormánynak van olyan prioritása, hogy ki tudjon hátrálni ebből a beruházásból? Hát most egyértelműen van, és ugye Tamás említette az orosz politikai vonalat is. Azért nézzük meg, hogy az elmúlt 4 évben Oroszország helyzete, gazdasága mennyire változott. Az orosz nagyhatalmi státusz, a mellette levő hatalmas olajjövedelmekkel érezhetően meggyengült. Ma Oroszországnak egy ilyen hatalmas hitelt nyújtani, amikor a költségvetése problematikus, ugye ez állami hitel lenne, akár egy bank adja, hát ez és nekünk is a másik oldalról nem olyan fontos de most már Putyin. De a geopolitikai befolyást? Az anyagi érdek? Hát, ha nincs miből, akkor üres a spájz, akkor csak a saját befőttünk van. Az oroszok leállítottak egyébként a többi atom építkezésüket is, tehát hogy náluk van egy ilyen stop, ami azért mutatja, hogy ott sem fenn nekik tejfel. Ők sem fognak kapaszkodni, hogy megvegyük. A szépség az, hogy amíg ugye az elmúlt időszakban arról beszéltünk, hogy azért itt amerikai és európai érdek az, hogy az oroszok ne közeledjenek jobban Kelet-Európa vagy Közép-Kelet-Európa fele. Ugye nyilván most a terrorizmus elleni harcban hirtelen már azért nem Oroszország újra az ellenfél, tehát hogy tárgyalnak egymással. És hallgatólagos együttműködés ami van a katonai, egyébként katonai akciókban. Mikor ilyen fenyegetettség van, akkor nagyon-nagyon jó, hogy egyébként nem Oroszországgal háborúzik Amerika egy ilyen második idegháborúban. De akkor maradjunk egy kicsit Magyarországon belül, mert van egy olyan kincsünk, ami se nem atom, se nem gáz, azt nem tudják sem elzárni, sem elvinni, ez a magyar föld. És a földügyek kapcsán pedig ugye elég sok minden történt az elmúlt egy hétben, így nyilatkoztak erről különböző politikusaink. Valóban vannak olyan területek, amik 2017-es lejárattal szerepelnek pillanatnyilag a jogszerű földhasználatot bemutató földhivatali nyilvántartásban, ugyanakkor az NFL be tudja mutatni azokat a dokumentumokat is, amik 2017-től szóló béleti szerződéseket tartalmaznak. Távol szerettek volna tartani bizonyos vásárlókat ettől a zsíros állami földtől, és szerették volna, ha a saját körük kezébe kerül. De hogyha itt tényleg arról van szó, hogy valakiknek az érdeke miatt manipulálták, hogy ne legyen más jelentkező, mondjuk termelő jelentkező, akinek úgy már nyilván megérné, hogy 2 év múlva akár használatba is veheti a földet,
az akkor nagyon galád dolog. Ugye itt két fontos információ van még ez, hogy voltak olyan földek, ahol nem jó földhaszonbérleti szerződés lejáratot írtak ugye a kiíráshoz, és érdekes, hogy például a Fiatal Gazdák Egyesületének elnöke, dr. Mikula Lajos is nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy ő igazából nem tudja, hogy hogy tudják azok az emberek, akik még hitelt is kapnak az államtól, hogy tudják kitermelni azt a hitelt, amit ők megkapnak. Tehát, hogy ez nem jön ki a matek. Levente, pontos ez a két téma, a két alap probléma, amivel kapcsolatban jelentkezik. Lebukott a kormány, egy galád trükköt dobott be, úgy hirdette meg a földeket, hogy 2037-ig tart a bérleti viszony, tehát addig nem veheti birtokba az se, aki megvásárolja. Így, hogy 20 évvel előre, vagy több mint 20 évvel előre blokkolva van a föld bérleti joga, nem biztos, hogy sokan licitálnak. Kiderült közben, hogy pont fordítva, 2017-től lehet már átverni ezeket a földeket. Tehát átverték a licitálókat és azokat is, akik érdeklődtek a föld iránt. Kérdés az, hogy ez humán error, vagy nem humán error? Véletlenül nem történik ilyen. Bármi történt az országban véletlenül, de volt egy picit hasonló. De valamilyen hagy hozzak egy analógiát, ugye amikor a trafik, illetve a dohánykoncessziókról volt szó, és megnyerték a trafikosok ezt a lehetőséget, hogy dohányárut forgalmazhatnak, ott is történt egy olyan változtatás időközben, ami nagyon erős anyagi előnyhöz juttatta ezeket az új nemzeti dohányboltokat. Időközben kiderült, hogy egy év alatt 90%-os haszonkulcsa lehet. Így van. De most feltételezve, hogy ezt valakik tudták, valakik nem, ez alapján nyilván máshogy szállsz be a versenybe. Tehát, hogyha úgy adsz egy ajánlatot, hogy azt hiszed, hogy 10%-os haszonkulcsod van, akkor elgondolkozol rajta, hogyha valaki tudja, hogy ez 90%-os, akkor nyilván sokkal biztosabban tudsz neki menni. Azt gondolom, hogy itt is ez történt. És van egy másik érdekes része, amire igazából nem nagyon tudjuk a választ, hogy miért is történik ezeknek a földeknek az értékesítése. A kormányzati kommunikációban ugye az volt, hogy így akarják megvédeni a magyar földet. A magyar földet a külföldi vásárlásra egyetlen egy módon lehet megvédeni, hogyha a magyar állami tulajdonban van, hiszen a magyar államot senki nem kötelezheti arra, hogy külföldinek odaadja. Ha magántulajdonba kerül, akkor egyébként nyilván különböző lehetőségek erre vannak, ezeket próbálja a kormány szűkíteni, de Európai Uniós földművelők ezeket meg tudják venni, és az utolsó pillanatban történt itt is az, hogy módosították a törvényt, és engedélyezték azt, hogy egyébként Európai Uniós földművelők ugyanezeket a földeket meg tudják venni. Tehát a fő kérdés az, miért árulják most ezeket a földeket? Igen, ezzel kapcsolatban nem néhány héttel ezelőtt Horn Gábor ült itt, és mármint a másik oldalon, és hát ugye dicsérte liberálisként a kormánynak ezen tevékenységét. Na most én akkor ijedtem meg, amikor elkezdte mondani, hogy hát ő liberálisként alapvetően a piac szabadsága miatt az összes liberális lózungot előhozta. Na most azóta én nagyon, nagyon óvatosan merek el témában nyilatkozni. Még egyet, amit Levente kérdezte, hogy ezeket a hiteleket tudják-e majd ezek a fiatal gazdák törleszteni. Szomorú hírem van, nem fogják tudni, hiszen meg se tudják venni ezeket a földdarabokat, hiszen nincs pénzük rá. Csak azt mondják, hogy hiába kapok hitelt, hogyha nem tudom kitermelni a pénzt. Tehát inkább nekik ez a legfőbb probléma. Ugye az uniós agrártámogatások 2020 után megszűnnek. Tehát a magyar agrárgazdaságnak és a magyar farmereknek a 20-ig terjedő időszakban lenne erejük egy kis tőkét akkumulálni, megerősödni, hogy bírják a versenyt. Na most, hogyha ők eladósodnak, akár még hitellel is, amit törleszteni kell, akkor ez a lehetőség is elúszik. Jó, de ott van 3 év elvileg, amikor még vannak agrártámogatások, amiből talán lehet fizetni mondjuk a hitelnek egy részét. Igen, csak ugye... miután ezeket a földeket valaképpen bérli, attól, hogy te megveszed, attól a haszon nem nálad jelentkezik. Tehát, hogyha ott van egy bérlő, akkor lehet, hogy 20-ig egy csomó pénzt az Európai Uniós támogatásból, vagy akár a termények eladásából szerezhet, de az a bérlő, nem pedig aki megvásárolja. Tehát igazából ez maximum annak érheti meg, aki
már most is annak a földnek a bérlője, hisz így tulajdonjoghoz is jut, és a hasznot is ő tudja meg ugye az húzni. Az Európai Uniós támogatás az már benne van a kalapban, tehát ugye eddig is benne volt, ugye az pluszként nem jelentkezhet. Kettő és fél percünk van a műsorban, úgyhogy egy nagyon rövid témát, amiről nyilván sokat is tudnánk beszélgetni, hadd hozzak már be, ez a Questor ügy, aminek ugye a Questor törvénynek bizonyos pontjait elkaszálta az Alkotmánybíróság. A bankszövetség az dörzsöli a tenyerét, nem kell fizetnie, az emberek, akik kártalanítást várnának, ők pedig állnak, és egyelőre nem kapnak semmit. Ti mit gondoltok el? Ezzel kapcsolatban nagyon röviden, én azt aztán végképp nem szeretném, hogy arra az álláspontra jussunk, hogy az Alkotmánybíróság az nem látja a magyar állam és a magyar nép érdekét. A kormány korábban néhány tagja ilyeneket is mert mondani. Tehát az Alkotmánybíróság döntését tartsuk tiszteletben. Egyet viszont jól mutat azt, hogy ebben az ügyben is full hiperaktivizmus volt a kormány részéről. Olyan kapkodás volt, amivel nagyon sokszor, nagyon sok mindent kellett nagyon gyorsan elfedni. Ehhez képest valamilyen módon a kormányzati pénzeket vissza kellett szerezni, de a választókat sem haragíthatta magára. A felügyelőtet leplezni kellett, és akkor még nem beszéltünk a karcagi Dobrai Marcsika ügyéről, amiben semmi, ott több százan, ezren azt se tudják, hogy mi a helyzet, egy tájékoztatást nem kapnak. Tehát ebben az ügyben szerintem nagyon jól jött a kormánynak a migráció, és ez pedig arra utal rá, hogy a jogi szabályozás tekintetében ugyanúgy gubancok vannak. Nem szabad elfelejteni azt, hogy olyan a Questor ügy kapcsán, olyan kormányzati baklövések vagy trükkök derültek ki, hogy a külügyminisztérium kivitte onnan a pénzét, és a többi, amik már önmagukban botrányosak. Az is botrányos lenne, ha mindenkire kiterjesztenék ezt a bővített kárpótlást, tehát nem 6 millió, hanem 30 vagy a fölötti kárpótlást kapna mindenki. Az csőd lenne, hiszen a Budakes, a Hungári Értékpapír, Marcsikáikról pedig nem is beszél. De ott meg még annyi se, ott meg ott, ugye nulla. Jó, aki Marcsikának a borítékba oda dugdossa a pénzét, és elfogadja a nejlon zacskóba a kamatot, az azt gondolom már elnézést megérdemli. Igen, de nem erről volt szó, tehát ott azért árnyaltabb a dolog, nem akarom belemenni. De majdnem erről van szó. Nem, majdnem sem erről van szó. Azért az, hogy egy cégnek nem nézik meg, hogy egy hónap alatt több milliárd fölötti a forgalma, az ki kellett volna ellenőrizze. Annak nincsen semmilyen felelőse. Tehát egy kicsit bonyolultabb a dolog. Bocsánat, csak az időt. Egy mondat, hogy itt van egy nagy probléma, hogy nem azokkal próbálják ezt az egészet megfizettetni, azokkal a bankokkal, akik egyébként általában rendben működtek, és nem néznek a körmére annak, akinek egyébként az a felelőssége, hogy ilyenek történnek, amit Péter mondott, úgyhogy ebbe egyetért. Köszönöm szépen, hogy ma is eljöttetek, köszönöm a kedves nézőknek, hogy figyeltek minket, remélem jövő héten is így tesznek majd. Kellemes estét önöknek, viszontlátásra.